Üdvözlöm nézőinket, Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai műsorunkban két riportot tekinthetnek meg. Először a Garabonciáns együttes előadására kalauzoljuk el nézőinket, ezt követően pedig a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhívását figyelhetik meg. A Garabonciáns együttes tagjai már hosszú évek óta dolgoznak együtt fogyatékos társaikkal. A múlt hét közepén a Ferencvárosi Művelődési Központban a Gát utcai iskolásoknak tartottak előadást. A Garabonciáns együttes az országban egyedüli olyan ifjúsági gyermekegyüttes, ami ötvözi a historikus, történelmi táncot, illetve a pantomimt, és így hozunk létre táncszínházi vagy mozgásszínházi előadásokat. Az együttesnek az otthona a Ferencvárosi Művelődési Központ. Jövőre lesz 30 éve, hogy Váradi István megalapította az együttest, és itt talált otthonra a Ferencvárosban. Az együttesnek a tagjai 10 és 30 év közötti fiatalok. 30 év alatt körülbelül 500 fiatal fordult meg az együttesben. Az együttesnek természetesen nem a művészképzés a célja, hiszen ennyi fiatalból 5-en lettek hivatásos művészek az évek alatt, hanem inkább az a közösség, az az együttjátszás, a művészeteknek, a táncnak, az együtt élményeknek a szeretete, ami fontos számunkra. A Garabonciáns együttesnek az életébe 5 évvel ezelőtt érkezett az a program, hogy a 9. keleti Friss utcai Dió gyógypedagógiai központba elvittünk egy előadást, és annak a sikerén felbuzdulva megszületett az az igény, hogy milyen jó lenne, hogyha sokkal több helyre elvihetnénk, és immár 4. éve a MOL gyermekgyógyító, Új Európa Alapítvány gyermekgyógyító programján belül van egy olyan programunk, ahol most idén 4. alkalommal születik meg egy új bemutató. Idáig Garabonciáns mesék címmel integrációs előadást hoztunk létre a diós gyerekekkel, akiknek egész évben foglalkozások voltak, és így született meg az óramesék, állatmesék, embermesék, és ezeket az előadásokat általában 5-6 iskolában mutattuk be egyik évben. Akkor volt, hogy itt a Ferencvárosi Művelődési Központban volt egy nagy gála előadás, tavaly évben a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol épp és sérült gyerekek voltak a színpadon együtt, illetve a nézőtéren is. Az üzenete az volt, hogy ezek a gyerekek sem másabbak, és ugyanúgy tudnak ugyanolyan maximális élmény nyújtani. És idén egy kicsit csavartunk a programon, mert hogy a nézőgyerekeket invitáltuk meg az előadásban, hogy ők is próbálják ki magukat, és vittük el 8 budapesti iskolába. Az idei azért az utolsó előadás volt a mai, itt a Ferencvárosi Művelődési Központban, bár semmi bunda nem történt, de a Fővárosi Kulturális Fesztiválra felajánlottuk ezt az előadást, és az ott szereplő iskolák között sorsolták ki, hogy ki kapja az utolsó előadást, és ilyen szerencsénk volt mind a kettőnknek, a Gát utcai iskolának is, és nekünk is, hogy hiszen a szűk hazánkban őket láthattuk ma délután vendégül. Az volt a cél, hogy történelmi korok társastánc kultúráját juttassuk el a gyerekekhez. Ne csak a modern táncokkal, hanem a történelmi társastáncokkal is ismerkedjenek meg. És ebből óhatatlanul adódott az is, hogy ismerjék meg ennek a korszaknak a kultúráját is, hiszen a társastánc az a mozgásművészet egy fajtája, de már a középkortól, sőt valójában jóval előbbről elkísérte már ez a furcsa másik műfaj, a pantomim. Tehát amikor azt mondom, hogy ismerjük meg egy-egy korszak kultúráját, akkor elsősorban a történelmi táncra és a színház kultúrára gondolunk. Részben az előadásnak, de talán inkább magának az alkotói folyamatnak lehet nagy hatása az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekekre, hiszen dolgoztunk már velük.
azt hiszem, hogy szinte fölmérni sem lehet azt, hogy a mozgás micsoda nagyszerű terápiás eszköz is, akkor, hogyha valaki alkotója, résztvevője ezeknek a műsoroknak. Ha nézője, akkor ez a hatás csak akkor érvényesül, némiképpen korlátozottan, hogyha teremtünk interaktivitást is, tehát a gyerekek is be tudnak kapcsolódni a játékba, tehát a mozgásban ők is részt tudnak venni, át tudják érni azokat az érzelmeket, amelyet azzal kifejeznek, akkor igen, akkor hat rájuk is ez a produkció. Sándor általános iskolába járok, és tavaly csatlakoztam ez az együtteshez. Úgy pedig, hogy ugye van egy Anna nevű pantomim tanárunk, és ő eljött az iskolánkba, az osztályunkba, éppen irodalom órán voltunk, és megkérte, hogy hagyd tartson egy kis bemutatót a pantomimról. Bemutatta, mindenféle színjátékot megmutatott, és nekem nagyon megtetszett. És nagyon aranyos is volt, ahogy játszott. Segédeket is kért, és ők is nagyon élvezték. És én aztán a végén adott nekünk egy szólólapot, és itt vagyok. Nagyon tetszik az egészben az, hogy nem muszáj, mármint hogy amikor felépek a színpadon, mint itt, az előbb, akkor nem ideges leszek, de mégsem, mert jól érzem magam. És ez egy fantasztikus dolog, mert végül is középkori táncokat és előadásokat láthatunk, meg tanulhatunk. És már is ott állt a szépséges király kisasszony előtt. Azonnyomban megcsókolta. És ám, mi történt velem? Ezt az előadást úgy nyertük egy sorsoláson. A iskolánknak a képviselői részt vettek a Budapesti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények kulturális fesztiválján, és ott nyertük tulajdonképpen ezt az előadást. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt, hogy interaktív volt, a gyerekeket is bevonták mindenféle mókába, és a gyerekeknek az együttműködése volt az, ami mutatta, hogy milyen jól érzik magukat. Mindenféleképpen fejleszti a kreativitásukat, a egymással való kommunikációt, ahogy elmímelnek bizonyos dolgokat, eljátszanak bizonyos dolgokat, a beleélő képességüket, a fantáziájukat. Mi magunk is szoktunk kulturális gálát szervezni évente, pont itt a Ferencvárosi Művelődési Házban, és akkor a tagozatok, illetve az osztályok külön készülnek valamilyen műsorral, programmal. Amikor még bejöttünk, leültünk, én láttam bohócokat, elég viccesen néztek ki. Aztán elkezdődött, akkor két bohóc táncolt, hát az is jó volt, az is a kedvencem volt, az is szórakoztató volt. Voltak királyok, hercegnők, szerelmesek, békák, mindenféle volt. Roma Kulturális Fesztivál és nyári tábor a Balatonon, mindkettő hamarosan. A részletekről Tar Józsefet, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét kérdeztük. A kulturális fesztivál július 1-én lesz,
több neves fellépőt meghívtunk, köztük az Aranyszemeket, Leilát, Beszkert Jó, és még ezen kívül további más kerületi zenészeket, fellépőket. Igazából a fesztivál teljesen ingyenes lesz, bízunk benne, hogy minél többen meg fognak jelenni. Több kerületi szervezet jelentkezte, hogy kíván főzni ugyebár ezen a fesztiválon, szokásokhoz híven, tehát így gyakorlatilag meleg étellel is várjuk a megjelent vendégeket. Továbbá ezen kívül a gyerekeknek lesznek különböző ingyenes programok, mint például arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár, tehát bízunk benne, hogy ugyanúgy, ahogy minden évben, hogy minél több család megjelenik, kerületi család ezen a rendezvényen. Az FMK-ban lesz, FMK-nak ugye a Ferencvárosi Művelődési Központnak ugye a kinti helyszínén, tehát ez egy szabadtéri rendezvény lesz. Amit még fontos róla tudni, az az, hogy a Ferencváros önkormányzatának roma koncepciója az, aki ugye a fesztivált finanszírozza. Július 27-től augusztus 3-ig fogjuk megszervezni a hagyományőrző, tehetséggondozó és kulturális nyári táborunkat. Amiatt ez a neve, az ugye három részből tevődik össze, a hagyományőrzést nagyon fontosnak tartjuk, hogy kerületünkben tényleg a kerületi roma gyerekek, azok így a hagyományokkal, kultúrákkal megismerkedhessenek ennek a tábor keretében, mert hogy sajnos már elég sok család elhagyta a régi hagyományokat, régi kultúrát. A tehetséggondozás az azért fontos számunkra, minden évben igazából színészek látogatnak el táborunkba, tavalyi évben is a Nemzeti Színház egyik színésze Farkas Dénes látogatott el hozzánk. És a gyerekekkel ugye színdarabokkal készülünk a végén, és a tehetséges gyerekeket kiválogatják, akik egy ingyenes színész kurzus keretében akár a jövőben színész is válhatnak. A kulturális értékek azok, említettem, hogy elég fontos és mély szerepet játszanak ugye a tábor életébe. Pont ezért olyan tábor csoportvezetőket hívtunk meg, akik 20 éve táboroztatnak, tehát még annó gyerekkoromban engem is ugyanezek a személyek táboroztattak, tehát a rutin meg a tapasztalat az abszolút azt gondolom, hogy a helyén van így a tábor életében. És ezen kívül ugye nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem roma diákok is eljöhessenek a kerületi diákok a táborba, mert így gyakorlatilag ugye megismerhetik a színes kultúránkat, hagyományainkat, és azt gondoljuk, hogy a legjobb, hogyha a kerületünkben ugye roma és nem roma barátságok születnek, ugye ennek a tábor az abszolút helyt ad, és így azt gondolom, hogy a diszkrimináció, negatív nézetek is legyőzhetőek. Balatonlellén lesz a tábor, ugye említettem, hogy július 27-től augusztus 3-ig. Jelentkezni a mi irodánkba tudnak, aminek ugye a címe 9. kerület, Balázs Béla utca 22/B. A jelentkezőket leginkább hétköznapokon dél és 4 óra között várjuk, kivéve a keddet, ingyenesen jelentkezhetnek ebbe a táborba a kerületi diákok. És ami fontos még, hogy 3,0-es átlagtól lehet jelentkezni ebbe a táborba. Ezt azért szabtuk meg ezt a határt, mert ezzel szeretnénk motiválni a gyerekeket, mert tudják, hogy nagyon jó a tábor. Nagyon fontos része igazából a gyerekeknek, azt gondolom, hogy a életüknek meg a jövőjüknek is. Tehát mivel régen én is elég sűrűn táboroztam, így gyakorlatilag tudom, hogy ez nagyon fontos szerepet tölt be a gyerekek életébe. Június végéig szeretnénk lezárni a jelentkezéseket, tehát még ebben a hónapban lehet jelentkezni a táborra. Korban eddig úgy gondoltuk, hogy általános iskolásokat viszünk, de úgy néz ki, hogy tanulmányi átlag szerint, meg igazából így
kiérdemelte néhány középiskolás is, hogy elvisszük magunkkal. Tehát egyelőre a életkor az 7 és 18 év közé tehető. Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a chance@9.tv e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva!